Parta Angéla szociális testvére, délelőtt első vendége. Dicsértessék Jézus Krisztus! Mindenki, amen! Hát örömhír, itt egyrészt nem csak, hogy március 25-e, most vasárnap az a Teleton adománynapunk, az idei első Teleton adománynap, hanem hogy egy új műsor is debütál az EVTN csatornáján, méghozzá a Lélekben és Igazságban című műsor. Reméljük. Reméljük, igen. Hát mindig is reméljük. Igazából még a felvételek készülnek, és az alapgondolatot az adta, hogy a Szentlélekre próbáltam nagyon odafigyelni már évek óta, hogy mi szociális testvérek igen komolyan vesszük, hogy a Szentléleket minden nap kérjük. A Szentlélek hét ajándékát, Szentlélek himnusz imádkozunk. Én magam még külön személyesen, rendszeresen kérem, hogy különböző ajándékaiban erősítsen meg, bátorítson apostolkodásban, misszióban, közösségépítésben, kapcsolatokban. És amikor járok a hívek körében, akkor sokszor azt látom, hogy a Szentlélek nem annyira népszerű a katolikus egyházban. Azért, mintha ez a trend, ez picit azért változna, nem? Különösen a fiatalok körében. Legalábbis én, amikor én már elkezdtem jobban nyitni a hit felé, akkor én azt tapasztaltam, hogy azért egy sokkal másfajta, másképpen gondolkodnak már a fiatalok is a Szentlélektől, mint Szent Háromság, egy Isten. Attól függ, hogy melyik fiatalokkal és milyen közösséggel találkoztál. Őszintén szóval én fiatalokkal most is foglalkozom, és hittan tanítok, de például amikor a bérmálkozásról van szó, azt látom, akár a bérmálkozási hittankönyvekben, hogy alig van szó a Szentlélekről. Van Jézusról, parancsolatokról, a Szentírásról, és így tovább. Nagyon jó. És általában minden hittankönyv, ami bérmálkozásról szól, 2, maximum 3 leckében szól a Szentlélekről. Ez egész a Szentlélekről kellene, hogy szóljon. Megismerjük, ki a Szentlélek. És akár fiatal, akár korábban született, fontos a Szentlélek, aki megerősít, bátorít, erőt ad, közösségben segít, az egyház építésben segít, kibontja azokat az ajándékokat, amiket nekünk már megadott, és fontos, hogy együttműködjünk. És a műsornak ez a lényege, hogy ez egy tanúságtevő műsor, hogyan tapasztaltuk meg a Szentlélket az életünkben, különböző formában. És hát nyilvánvaló, én is megtapasztaltam. Tehát pontosan azért kérem a Szentlélket, mert annyira fontos, és amikor én fogok majd egyszer tanúságot tenni valamikor az elején. Ugyanebben a műsorban? Vagy akkor folyton? Nem. Ebben a műsorban azt gondolom, hogy ha másokat kérek, hogy tegyenek tanúságot, akkor én is kell, hogy tanúságot tegyek. És az egyik legfontosabb tapasztalatom az, hogy a kisebbségi érzésemből meggyógyított. Tehát én vidéki vagyok, és ebből alakult ki az, hogy a városi emberre, ahová aztán később kerültem, nagyon felnéztem, és volt bennem egy ilyen kisebbségi érzés, hogy én nem kaptam annyit, nem kultúrában sokkal-sokkal lemaradottabbá váltam, és ebből alakult ki ez, és hosszú-hosszú évek alatt finoman, gyöngéden a lélek meggyógyított, és nem okoz problémát megszólalni. De azt gondolom, sok katolikusnak problémát okoz megszólalni, hogy beszéljek a hitemről. Mert ez magánügy, vagy ha ezt a szlogent nem is vette be, de nehéz megszólalni, inkább csak éljük az evangéliumot. De az apostolok mind mentek és beszéltek. Tehát a tegnapi napon is, hogyha figyelmesen követtük az evangéliumot, nekem óriási nagy élmény volt hallgatni a Pékásmegyeren Szili András atyát, ahogyan olvasta az evangéliumot. A nagyon beleélte magát a történésekbe. De ott is az a vak, akit ugye meggyógyított Jézus. Igen. A Szentléleken keresztül ugye tanúságot tesz. Tehát, hogyha már megtapasztaltuk, akkor azért nagyobb esély van valószínűleg arra, hogy mi is tanúságot teszünk. Így van, és a farizeusokat is olyan fantasztikusan helyre teszi, hogy csak nem akartok ti is a tanítványai lenni. Igazából ez a célunk, hogy mindenki, aki megismerte Jézust, az nem csak követi, hanem a tanítvány az egyben tanú is. Olyan szó, magyar szó, a tanítvány és tanú egyben. Ez az Evangelium Gaudium című buzdítása, apostoli buzdítása Ferenc pápának, hogy azt mondja, hogy mi mindannyian misszionárius tanítványok vagyunk. Ez mennyire elfelejtjük szerintem. Nekünk pedig úgy mindenkiben, aki nem feltétlenül pap, szerzetes, lehet, hogy ott van egyfajta hasonló, nem is kisebbségi érzés, de hogy egy ilyen
biztos, hogy nekem van helyem misszionáris tanítványként az egyházban? Azért szerintem sokan feltesszük ezt a kérdést. Ferenc pápa azt mondja, hogy nagyon is. Azért is fontos, hogy oda figyeljünk Ferenc pápára. Milyen jó, hogy például digitális úton, tévén keresztül el lehet érni az ő szavait, tanítását, és csodálatos dolog, hogy fog jönni hozzánk. Azt gondolom nem véletlen, mert felismerte azt, hogy szükségünk van az ő megerősítésére, és szívesen jön. Picit talán arról beszéljünk, hogy lélekben és igazságban, ugye ez egy szentírási idézet. Remélem, hogy ez a szamáriai asszonynak a történeteikkel, akkor összetettem a képet. Ki is vettem az idézetet, Angéla testvér engedelmével fel is olvasom. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya az ilyen imádókat keresi magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azokban lélekben, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk őt. Ez egy nagyon erős, nagyon konkrét, nagyon határozott mondata Jézusnak. Így van, és először azt gondolt, kerestem a címet, hogy mi legyen a címe ennek a tanúságtevő, így, hogy tanúságtevő műsor kicsit kevés, hiszen a Szentlélekről van szó, és először azt gondolom, a lélekben, de így önmagában kevés volt. És rátaláltam erre az ígére, lélekben és igazságban. És amikor mi tanúságot teszünk, akkor a Szentlélek által, de az igazságról, Jézus Krisztusról fogunk tanúságot tenni, és a lélekben és igazságban való tanúságtétel ahhoz akar segíteni, hogy valóban az Istent imádjuk. Hogy elvezetődjünk ezek által, a szavak által, ahhoz, hogy Istent imádjuk minden körülmények között, mert ezek a tapasztalatok nem csak élményt akarnak kifejezni, nem csak szórakoztatni akarnak, nem csak egy programot akarnak adni a tévében, hanem sokkal inkább a hithez, a megtéréshez és a megújuláshoz akar vezetni az egyházon belül, és ha tetszik, az egyházon kívül is. Azt gondolom, hogy ez a műsor, a cím minden esetre biztosan, és amit én láttam belőle, egy kis ízelítőt én is már láthattam itt a kulisszák mögött, abszolút EVTN kompatibilis, nagyon is Angelika anya kompatibilis, hiszen az igazság, az, ami Angelika anyának, hát csúnyán, nagyon csúnyán mondva a mániája volt, de tényleg. Hiszen most is láthattuk az elmúlt két hétben a Ferences Egyetem Steubenville Amerikában és az EVTN közösen egy konferenciát szervezett, aminek az volt a címe, hogy az újságírás egy posztigazság kultúrában. Ez mit jelent ez a posztigazság? Mit jelenthet, hogyha Magyarországra nézzük, ez mennyire van jelen, vagy Európában mennyire van jelen? Az igazság szó manapság kicsit furcsán cseng. Mert megvan ennek az igazsága, meg annak az igazsága, meg amannak az igazsága. Kössünk kompromisszumot, senkinek sincs igaza. Ez nem igaz. Alapvetően Jézus Krisztus kimondta, én vagyok az igazság. Őt nem lehet variálni, őt nem lehet lecserélni. Vagy relativizálni. Arról igen. Nem is beszélve. Mert valóban az igazságot nagyon sokszor relativizálják. De nekünk az a küldetésünk, hogy kimondjuk azt, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és nem lehet változtatni rajta. Most hozzá kell tenni ezt a pici szót, hogy az igazság. Tehát nem csak igazsága van, nem csak a csodálatos dolog, hogy mennyi áldozatot hozott értünk, hanem az az egyetlen személy, akin keresztül az atyához juthatunk. Tehát a többi vallás nagyon sokat segít, hogy megtaláljuk Jézust. De az üdvösség az Jézus Krisztuson keresztül jut hozzánk. És ez az a fontos dolog, amit a pápák is kiemelnek mind, és amit szeretnénk ebben a műsorban is kihangosítani és megerősíteni. És bocsánat, nem csak itt, hanem belül is. Hát a legnehezebb... Az út, ugye? Ez a leghosszabb út. Igen. Ezt szokták mondani, a leghosszabb útnak, de hogy oké, felfogunk, értünk dolgokat, de hogy ezt megszívleljük. De hogy a miénk legyen. De hogy megtérjünk. Ahhoz idő kell, és nem csak felismerése az igazságnak, hanem a szív igazsága is. És az már több, mint egy sima igazság. Nemrégiben hunyt el, most már lesz a 3 hónappal ezelőtt
Benedek pápa, ugye 16. Benedek pápa, aki azt gondolom, hogy az igazságnak volt a bajnoka. Ugye ő volt az egyik első olyan nagy egyházi személy, aki felszólalt a relativizmus kapcsán, hogy hát ez az ideológia, a relativizmus ideológia, ez teljesen nonsens. És tényleg az, hiszen ő nem vezet sehova, nincsen célja, nincsen iránya. Ez is kicsit itt volt ebben? Vajon a Szentlélek, amikor Angéla testvér imádkozott az imáiban, itt volt talán ez is, hogy ez minthogyha most még rosszabb, ez a folyamat, minthogyha most kicsit még rosszabb irányba menne. Mi lehetett itt a Szentlélek, mit akarna ezen a műsoron keresztül üzenni az EVTN nézőinek, Magyarországnak? Pápákhoz visszatérve, azt gondolom, hogy vannak ilyen a Szentléleknek különböző adományai, hogy valamikor ilyen lelkipásztori pápák jönnek, utána pedig inkább teológus pápák. Tehát egy hatodik Pál inkább teológus pápa volt. Na jött, hát első János Pál, de ő csak 33 napig szolgálhatott, mint pápa. Második János Pál inkább lelkipásztor volt, utána Ratzinger, vagyis 16. Benedek pápa, teológus pápa, egyértelmű, és mondhatjuk azt, hogy Ferenc pápa inkább lelkipásztori személy, és ez általában mind a kettőre nagyon nagy szükség van, hogy megszívleljük a dolgokat, és felfogjuk a dolgokat. És ezért is azt gondolom, hogy a címe ennek a műsornak, hogy lélekben és igazságban, erre a kettőre akar rá nagyobb hangsúlyt fektetni. De a léleket nem tudjuk annyira megfogni, de az igazságot annál inkább. És amit átélünk, az igazság. Azért is fontosak a tanúságtételek, mert amit átéltem, annak az igazságát azt senki nem kérdőjelezheti meg, mert az én tapasztalatom. Maximum meghallgathatja. Viszont ez olyan számára, mint egy kóstoló, szomjasak vagyunk, és ígyunk. Én is akkor már. Hogy milyen finom a víz, és milyen fontos a tanúságtétel ebben tud segíteni. Hogy én is szomjas legyek. És valljuk be, hogy ebben a világban, amiben élünk, nagyon sokfajta szomjúságoltás történik, de hozzá kell tenni, hogy ezek után az emberek nem biztos, hogy egészségesebbek lesznek, vagy boldogabbak lesznek, ahogy elhangzott, hogy a boldogság napja. Mennyire más az a boldogság, ami után az emberek koslatnak, és mennyire más, amit Jézus mondta, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, és rávilágít arra, hogy alapvetően az, aki megtapasztalta, mert lélekben szegény azt jelenti, hogy a kicsi, de befogadta Istent, és ezért Isten cselekszik az ő életében. És pontosan, amikor bajba vagyunk, kisebbek vagyunk, akkor jobban odafigyelünk az Istenre. És az a boldog, aki tapasztalta, hogy Isten jelen van az életében. És én tapasztaltam nagyon sokféle módon. És arra vágyom, hogy mindenki boldog legyen. De nem. Már a boldogság nemzetközi napja, akkor tényleg a valós igen. Boldogság után kutassunk. Így van. Igen. Nem boldogság múlság után, hanem valami a boldogságnak óriási távlata van. És ez a távlat az örök, hát az Isten országában, a mi örökségünkben jelenik meg leginkább. Itt talán itt a 2010-es évektől számítva, de már előtte is, mondjuk azt, hogy 2000-es évektől, mint hogy a kétfajta veszély jelenne meg az igazság kapcsán, az egyik az, hogy kontextusából kiragadjuk, a másik pedig az, hogy rosszul közöljük. Mert hogy az irgalom nélküli igazság közlése, az már igazából egy torz igazság. Itt mi segíthet nekünk? Nyilván a Szentlélek automatikusan, ez már jó válasz, hogy ő segíthet nekünk, hogy jobban tudjuk közölni, és hogy ne a kontextusból ragadjuk ki, tehát hogy az igazság lehet, hogy fájni fog, de legalább nem fog egy hazugsággal vigasztalni bennünket az adott személy, vagy maga az egyház. Viszont nagyon fontos, hogy irgalom útján közöljük. Azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy merjünk mérlegelni, hogy mit miért teszünk. Sokszor ezekben az alternatívákban ott vannak az emberi szempontok. Hogy mit szól a másik? Mi a vélemény a másiknak? És sokszor függünk a többiektől. És nekünk, keresztényeknek, katolikusoknak elsősorban Jézustól kell függni. Ő mire hív? A Szent Lelke által is. Nagyon fontos a megkülönböztetés. Hogy különböztessen meg, hogy ezt azért teszem, mert a többiekhez akarok hasonlulni, nem akarok kilógni. De a szentek mindig kilógtak.
Az biztos. Meg is kapták a magukét, de hát Isten mindannyiunkat szentnek hív. Tehát jó, nekem nagyon jó, ha kicsi szent leszek, az is jó, de szentre, szentségre hív az Isten. És ezért én nem kereshetem a másoknak, mások javát kereshetem, de nem azt, hogy ahhoz hasonuljak, hogy amit ők szeretnének. Isten mit szeretne? Igazából állandóan ez a kérdésünk, mi az Isten vágya? Még csak nem is azt mondom akarata, mire vágyik az igazsággal kapcsolatban Isten? Tehát meg akar bennünket igazítani, igazzá akar tenni, és most megint visszatértünk Szent Józsefhez, akire azt mondta a Szentírás, hogy egy igaz ember. Mert ő igazságban élt. És az igazságról még vissza szeretnék térni annyiban, hogy maga az Isten léte igazság. És sokszor azt kérdőjelezzük meg, ami a mi létünk. Tehát ennyire aláássuk már a saját életünket, ami ideig, óráig halad, de aztán utána egyszer csak vége lesz. És ezért is fontos Jézus szava, mert sokszor feltesszük a kérdést, jó, most itt élünk, de mi lesz holnap? Mi lesz holnap után? És őszintén szóval, ha valaki komolyan figyeli a társadalmi mozgásokat, igen, felmerül a kérdés, hogy nem fog-e kiterjedni a háború. És az az igazság, hogy akár van háború, akár nincs, Isten velünk van. Nem ez a kérdés, hogy lesz-e háború vagy sem, mert van igazából más országokban, hanem az a kérdés, hogy követem-e az Isten szerető szavát minden körülmények között. És ezt nem lehet relativizálni. Ha én ráfigyelek, ha ő az én Istenem, akkor megváltozik az én életem, teljessé válik, sőt, ez kihat a környezetemre. És hát azok a tanúságtevők, akik ebben a műsorban benne vannak, legalábbis az a két személy, akivel én itt találkoztam a stúdióban, amikor jöttek be tanúságot tenni, őnekik az igazság az áthatja az egész lényüket. És talán ez a leghitelesebb, és az egyetlen igazi jó módja annak, hogy tényleg az evangéliumot hirdessük, hogyha engedjük, hogy az igazság az egész lényünket áthassa. Hát ez a nagyobb és nehezebb része talán a mi keresztény életünknek, de hát erre is lettünk elvileg meghívva, hogy vállaljuk ezeket a kereszteket. Angyula testvér, itt vagyunk a Nagybőjtben, most már mondhatjuk felé, most már túl vagyunk, ugye? Túl vagyunk most már rajta. Mik azok akár gyakorlatok, üzenetek, itt rengeteg olyan evangéliumi szakasz volt az elmúlt hetekben, ami azt gondolom nagyon erősen, Jézus nagyon erősen kommunikált felénk, akár az irgalom kapcsán, akár a csodák kapcsán, akár a tanúságtevés kapcsán. Most itt 2023-ban mi lehet az, hogy ez a nagybőjt ne csak egy nagybőjt legyen, hanem ez a 2023-as nagybőjt, ez tényleg közelebb vigyen bennünket Krisztushoz. Azt gondolom, hogy nem arra vagyunk hivatva, hogy megtartsuk azt a szintet, amiben vagyunk. Bár az is már egy nagy dolog, de Isten mindig többre hív. Mindig szintugrásra? Ez így van. Mindig. Mindig. És egy nagyon erős kifejezés használt Jézus Máté evangélium szerint, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez nonsense. De hogyan lehetséges ez? Úgyhogy ha én lélekben járok, és nagyobb bizalmam van Istenben, mint tegnap. És azt gondolom, hogy erre hív bennünket az Isten, egy nagyobb bizalomra, egy nagyobb hitre, és merem azt mondani, nagyobb megtérésre. Mit jelent ez? Azt merem mondani, hogy ez nagyon sokszor áldozathozatalt jelent. Megtalálni azt, hogy hogyan tudok én áldozatot hozni a szeretetben másokért, mert alapvetően a szeretet és az áldozathozatal az nagyon erősen összekapcsolódik. Jézusban jól látjuk. És igen, merjünk böjtölni, ez fontos, de a böjtben még inkább tudunk odafigyelni az Istenre. És még egy dolgot, ha konkrétumot kéne kimondani, akkor én mindenkinek javaslom, hogy legyen elég ideje imádkozni. Legyen mi ez elég idő? Mert ugye ez személyenként talán eltérő. Ez lehet 5 perc is, lehet, hogy az éppen elég, lehet 1 óra is, lehet, hogy az is kevés. Igen, én azt mondom, hogy egy
átlag. Valahol a kettő között. Igen. Napi fél óra meg kell, hogy legyen. Anélkül elviszi a szél. Anélkül elviszi az élet. Elsodorja. A napi fél óra, és ez családosoknak is. Tudom, hogy én ezt már bizonyos helyeken határozottan állítottam, és hát Angilast nem lehet megtartani. Meg kell tartani. Megtaláljuk az időt. És az azt jelenti, hogy Szentírást olvasok, hogy akár elmegyek egy szentcsigmádásra, akár... Hétköznapi misére. Így van. De hogy a szentírás olvasást nagyon javaslom mindenkinek, mert ott van a kezünkben. És a szentcsigmádásra nem tudok elmenni, feltétlenül, mert csupa van a templom, de a szentírás ott van a kezemben. És olvassam, elmélkedjem, illetve van egy másik ima, amikor a saját életemre reflektálok, hálát adok, megnézem, hogy miért kell bocsánatot kérnem, mit kérek Istentől, saját és magam, és még inkább mások számára. Tehát ezek mind a fél óraim a minimum, de hát a lélekben és igazságban műsorban lesz majd szó az imáról, és lesz egy olyan férfiről szó, aki reggel 6-tól 7-ig minden nap imádkozik egy órát. Hoppá. És ez annyira szép. Mert ebből él, és utána elmondja a feleségének, ezt kaptam az imában, képzeld el. Én a feleségétől tudtam meg, hogy ő minden nap így imádkozik. Azért ez nagy áldás szerintem az ő házasságukra is. Nagyon emlékeztet ez a történet, amikor Teréz anyának, hát a nővérek mondták, hogy nagyon ki vagyunk merülve, nem lehetne lecsökkenteni azt az egy óra imádságot, és akkor mondta, hogy hát akkor legyen 4, mert hogy az igazi feltöltődés az Krisztus jelenlétében történik. Igen, tehát nagyon fontos, hogy Isten jelenlétében, mert Isten vigasztal, erőt ad. Igen, az imádság időnként küzdelem, de nagyon sokszor áldás. És olyan is van, hogy élem azt, hogy imádkozom, meg ott vagyok, meg esetleg a szentségimádás alatt már alig várom, hogy befejeződjön, de közben Isten cselekszik. Angéla testvér, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma reggel is. Készüljünk együtt, lélekben és igazságban, akkor itt a húsvét ünnepére. Úgy legyen. Hiszen így lehetünk igazi médiamissziósok, így lehetünk igazi misszionárius tanítványai Krisztusnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nagyon szívesen.